Borbás Marcsi minden könyve a www.egypontshop.hu oldalról rendelhető. Itt az ideje annak, hogy elkezdjünk készülni a tavaszi vetésekre, palántázásokra. Ilyen! Csak kibírtuk ezt a kis időt kertészkedés nélkül, vagyis hát nem is kellett teljesen kibírni, mert azért én is találtam ezt, azt lehetett azért dolgozgatni. Picit fölengedett a talaj, és én már gazoltam. Sokan azt mondták, hogy nem teljesen normális dolog, de annyira hiányzik a kert, úgyhogy most boldog vagyok, mert hogyha már készíthetjük a palántát, akkor tudjuk, hogy mindjárt itt a tavasz. Az első és a legfontosabb, hogy mindennek tisztának és gombamentesnek és vírusmentesnek kell lenni. Ezért, hogyha nem ilyen egyszer használatos, lebomló papír vagy rost poharakba készítjük a palántát, egyébként érdemes megvenni, fillérekbe kerül, és óriási nagy haszon az, hogy nem kell belőle kiszedni a palántát, nem törjük a gyökerét, hanem ezzel együtt elültetjük és szépen lebomlik. Ez az egyik. A magnak is tisztának kell lenni. Tehát nagyon fontos, hogy ne itt-ott szerezgessünk magokat, mert lehet, hogy vírusos, lehet, hogy gombás, lehet, hogy csíraképtelen, és akkor annyira rossz érzés, hogy dolgoztunk, és hiába várjuk, hogy kikeljen. Tehát legyen egy megbízható vetőmag forrásunk, nagyon jó magyar vetőmagos cégek vannak. Kell egy tiszta homok. Hogyha nem tudtunk tiszta homokot venni, akkor nagyon egyszerű a megoldás, egy tepsibe kiterítjük, és betesszük a sütőbe 70-80 fokra, csírátlanítani egy fél órára. Egy picit visszatérek az ültetőpoharakra, hogyha valaki tejfölös dobozokat használ, mert azt sokan szeretik, azt mindenképpen fertőtlenítsük, vagy ecetes vízzel, vagy nagyon enyhén hipós vízzel, mert abban minden lehet. Akkor a másik összetevője az ültetőföldnek a homokon kívül, ez a tőzeg, vagy kimondottan palántaföldet is lehet venni. Ennek az a lényege, hogy nagyon sok rost kell, hogy legyen benne, mert ezek jól meg tudják szívni magukat vízzel, és mindig nedvesen tartják az ültető közeget, a talajt, viszont nem lesz tocsogós, nem áll majd a vízbe. Tehát az a lényeg, hogy egy ilyen rostban gazdag, de tápanyagban is gazdag palántaföldet összekeverünk egy kis tiszta homokkal. Minél lazább az ültető talaj, annál levegősebb, a rostok miatt annál jobban tartja a vizet, bár arra figyeljünk, hogy a homok az segít a kiszáradásban, tehát gyakrabban kell majd spriccelni, öntözni, és akkor ezt a földkeveréket abba tesszük bele, amiben ültetni fogjuk a magokat. Nagyon fontos, hogy egy nagyon picit tömörítjük, de óriási ellenség a nagyon tömör föld. Óriási ellenség a nagyon savas föld, a tocsogó, vízben tocsogó föld, a nagyon hideg és a nagyon meleg is, tehát egy 20-22, maximum 24 fok legyen, úgyhogy ezeket próbáljuk meg kiküszöbölni. Egy ilyen enyhén homokos, tőzeges talaj az egy tökéletes közeg. Arra is figyeljünk, hogy a magok alatt azért egy 5-6 cm-nyi föld legyen. Egyébként majd, amikor ezekben a kis poharakban kikelnek a magok, és már van 2-3 sziklevelük, akkor ide egy ilyen nagyobba átültethetjük, és nagyon jól fog működni. Ezt a műveletet, amikor már a nagyobb edénybe tesszük át a 2-3 levéllel rendelkező kis palántákat, kitűzésnek nevezzük. Csírázáskor magának a magnak a tápanyag tartalmát fogja felhasználni a kis növényke, de az gyorsan elfogy, úgyhogy ezért van már itt is egy tápanyagban gazdag föld, és utána lehet biotápoldatot tenni alá, vagy egy gazdagabb tápanyagban dús földet. Tehát ez a
magültetésnek az egyik módja, de természetesen apróbb szemű magokat ültethetünk egy nagyobb edényben lévő palántaföldbe, vagy homokos palántaföldbe, és azokat lehet majd egyenként, mikor már kis levélkéi vannak, áttenni egy ilyen nagyobb földdel teli pohárba, ahol már van földmélység, ahol egy jó, erős, dús gyökérzetet tud növeszteni magának. Milyen növényekből készítünk palántát? Nagyon hosszú a vegetációs ideje, például a padlizsánnak, a paprikának, a paradicsomnak, ezekből érdemes mindenképpen palántát készíteni, hogy időt nyerjünk, ez a palánta készítés lényege. Itt vannak ugye például egy kápia vetőmag, amit én beáztattam kamilla teába. Ugyanis a palánta készítésnél az egyik legnagyobb veszélyforrás, mikor még ki is kell, hogy eldől a palánta. Ez egy gombás betegségnek a következménye, amiket felsoroltam, vagy túl vizes volt a talaj, vagy túl kötött volt, vagy ott volt valami gomba, tehát nem volt tiszta. Viszont ezt a gombát akár segíthetünk kiírtani azzal, hogy a magot egy-két napra beáztatjuk kamilla teába, és úgy fogjuk elültetni. Bármilyen kis fadarabbal fogjuk, és szépen így egy centire így beletoljuk ebbe a földbe a magot. Amikor öntözünk majd, főzni kell egy ilyen gyenge kamilla teát, szép átlátszót, amit fogunk leszűrünk, ezt a teát beletöltjük egy spritznibe, és minden nap ezzel öntözgetjük meg a palántáinkat, és akkor ez nagyon nagyban segít abban, hogy ne gombásodjanak be a palántáink. A következő padlizsán lesz. Na hát a padlizsán az tényleg lassan fejlődik. Ez egy ilyen kis türelemjáték, de most pont van rá ilyenkor időnk. És akkor még endívia salátát is fogok csinálni. Arról még nem beszéltem, hogy nagyon fontos, hogy megnézzük az acskón a lejárati időt, a szavatossági időt, mert ez minden magnál más, hogy hány évig csíra képes. Amikor készen vagyunk a palántával, akkor még edzeni kell a palántáinkat. Tehát abban a hibában ne essünk, hogy kész van, fogjuk, kiültetjük. Mert szerencsétlen benn van egy védett szobában, tehát semmilyen mozgásban nem volt része, akármilyen furcsa növényeknek is van mozgatásra szükségük. Sem nem szokta meg azt, hogy a hajnal és a dél között óriási hőmérséklet különbség van. Tehát, hogyha bent neveljük, akkor érdemes vagy egy kis ventilátort oda tenni, hogy picit mozgassa, vagy mi én óvatosan a kezünkkel néha mozgassuk meg, mert az segíti a gyökérzet és a szár növekedést, vagyis erősödését is. A levegőztetés pedig nagyon fontos, hogy szokja a hűvösebb időt és a hőmérséklet különbséget, hogy először egy órára kirakjuk, vagy kinyitjuk rá az ablakot, az is elég, aztán egy két órára, és akkor, mikor már negyedszer, ötödször levegőztettük, akkor utána ki lehet a kertbe, a földbe palántázni. A palánta készítés ütemezése is nagyon fontos, tehát készítsünk egy gyültetési naptárat. Egyébként, ha már itt tartunk, az egy óriási segítség, hogyha vetési naptárat megnézzük, mert az megmutatja, hogy mikor érdemes magot ültetni, palántát ültetni, kapálni, gyümölcsöt szedni, füvet vágni. De a mi saját vetési naptárunk is fontos, hogy elkészüljön, bár teljesen az időjárás nem tudjuk kiszámolni, de egy körülbelüli ütemezés és mégiscsak kell csinálnunk azért, hogy összehozzuk, hogy addigra legyen kész a paprika palántánk, mire az kimehet a földbe, addigra legyen kész az uborka palántánk, mire az kimehet a földbe, mert mindegyiknek ugye más a csírázási ideje, és más hőmérsékleten kerülhet ki, úgyhogy ezt fontos, mielőtt neki látunk, elkészíteni, mert így leszünk sikeresek a kertben. Nagyon jó palánta nevelést!
ilyenkor így a tél közepén vége felé már annyira kívánom a sok-sokféle gombát, ami itt nekünk adatik az őrségben, hogyha tehetem, minél többfélét összevásárolok belőle is, vagy egy ragút, egy levest, vagy egy paprikást, pörköltet főzök. Van fehér és barna csiperke, laskagomba, ördögszekér és simei, tehát amit kapnak, vegyenek. Ez körülbelül olyan 1,5-2 kg gomba, kilónként egy fej hagymát használok. Nagyon jó lágy üvegesre kell dinsztelni a hagymát. Só, és hogyha elkezd pirulni, akkor nem fog szétfőrni. Inkább tegyünk rá egy nagyon pici vizet, amikor azt látjuk, hogy már kezd pirulni, és úgy folytassuk még mielőtt a gombát rárakjuk, mint hogy megpiruljon. Addig összevágom a gombát. Gomba paprikásnak nem szabad túl apróra vágni a gombát, hiszen nagyon összeesik. A laskát azt nem vágom, hanem fogom, és így darabokra tépem. Nem hámozom meg a csiperkét, teljesen fölösleges, és nem vágom túl vékonyra sem. A simelyt azt csak levágom, és úgy rakom bele. Az gyönyörű lesz, mert felismerhető gomba formája marad. A hagyma azt kezd szépen puhulni, és rávágok egy fél friss káprya paprikát. Ez ad egy frissebb ízt. És csak savnak, mert minden ételbe kell egy pici sav is, 3 pici koktél paradicsomot. Ilyenkor ezt lehet egy kicsit előfőzni, még a hagymát, amikor így átdinszteltük. Nyugodtan föl lehet önteni 1-2 deciliternyi vízzel, és egy 10 percig forralni, hiszen mondom, nagyon gyorsan elkészül a gomba, és azt nem szeretném, hogy a hagyma meg egészben maradjon. A gomba pörkölt vagy paprikás is úgy finom, hogyha jó krémes a szaftja. Ebben ugye segített az, hogy szétfőzzük ezt a hagyma, paprika, paradicsom, szinte ugye egy kicsit lecsós ragút. Segíthet ebben egy jó púderesre őrölt, nagyon finom házi őrölt paprika is, és az is, hogyha a gombát nem öntjük túl vízzel, hanem először a saját levét hagyjuk, hogy kiengedje, és abban kezdjen főni. Amikor már a paradicsom is esik szét, a paprikát pedig így a fakanál könnyedén szét tudjuk nyomni, akkor tesszük rá az 1-2 deciliternyi vizet, amit nagy lángon, nagyon bugyogtatva egy picit előfőzünk. Szinte az összes vizet eldinszteltem a hagymáról, 1 perc már, és akkor jó is lesz, és teljesen megy is szét a hagyma. Gyorsan teszek a tűzre. Egy kicsit. Most már újból áttetsző a zsiradék a hagyma alatt. Fokozatosan rátehettem a gombát, azért fokozatosan, mert egyszerre nem fér rá, viszont annyira gyorsan összeesik, hogy bele fog férni. Akkor fogom megpaprikázni, amikor már fő és a lébe tudom beleolvasztani a paprikát, akár csak a halászlénél. Én ezekbe a pörköltekbe, paprikásokban nem szeretem a borsot. Mi ezt így szoktuk meg, hogy ebbre csak fűszerpaprika kerül. Nyugodtan egy picit megsózhatjuk, mert most viszont az a cél, hogy minél előbb engedjen egy szaftot a gomba. Kezdve majd, hogyha
Az összes gomba benne lesz az edényben, és látjuk, hogy mennyi levet engedett, akkor tehetjük rá a paprikát, és még annyi vizet, hogy azért legyen szaftja, hiszen ez nokedlivel, egy jó tésztával, vagy főtt krumplival az igazi, és minden paprikás, pörkölt, vagy tokányféle magyar étel akkor igazán finom, hogyha van elég sűrű, krémes szaftja is. Szépen forr, úgyhogy jöhet a két teáskanálnyi paprika. A lé megint becsapós, mert a gomba az könnyű, feljön a tetejére, de ha így lenyomjuk, akkor látjuk, hogy van bőven szaftja. Nagy lángon forralom. Azért nagy lángon, hogy minél krémesebb, egyneműbb legyen a szaftja. Meg is főttek a gombák. Én az egészet behúzom most tejföllel. És ehhez azért ez egy nagy adag gomba pörköltből. Ehhez azért egy másfél deciliternyit használok el, és jó zsíros tejfölből. Ahhoz, hogy ne legyen csomós a tejföl, innen ebből a forró léből kiveszek. Kicsit kikeverem vele. Csomómentesre. És az egész jöhet vissza rá. Azért szeretem tejföllel a gombapaprikást leginkább, mert teljesen besejmesíti a gomba ízét. Innen kezdve tulajdonképpen egy pár perc alatt kiforraljuk még a bekerült tejföllel is, és jöhet hozzá a nokedli, a főtészta, a csipetke, a főtt krumpli, ki mivel szereti, vagy csak egyszerűen egy finom, ropogós, héjú kovászos kenyér.